Érdeklődés elsősorban Cicinek, Erzsébet királynőnek szól, királynénak szól pontosabban, de remélem, hogy az ő udvarhölgye, aki a magyar közgondolkodásban kevéssé van jelen, és az előadás végére szimpatikus és vonzó lesz az önök számára. Hát, hogyha Magyarországon, vagyis Zala megyében is a festetiseket emlegetjük, a festetés György jut eszébe, hiszen az ő jó téteményei a történelem könyvekbe is szerepelnek, illetve rajta kívül még talán a Dégi festetés kastély jut eszébe, ma már egyre többünk meg, hiszen ez az a kastély, amely az utóbbi időben komoly átalakuláson, megújuláson megy keresztül, és a magyar kastélyépítészet, klasszikusta kastélyépítészet egyik legszebb példája, Kollák Mihály tervezte, és az 1810-15-ös időszakban épült.